Múlt hét kedden jelentett be rendkívüli intézkedéseket Orbán Viktor miniszterelnök. Akkor rendelték el a járatok sűrítését is a zsúfoltság mérsékléséért, a parkolást pedig újra ingyenessé tették. Az intézkedés 16 településen több mint 1 millió lakost érint. Szekszárdon is sűrűbben közlekednek a járatok november 9-től a reggeli és az esti csúcsidőszakban. A Volánbusz közlése szerint a Tolnai megyeszékhelyen a reggeli időszakban 4, este 12 helyi mentesítő járatot indítottak a normál menetrendben meghirdetett járatokon felül. A vállalat honlapján fellelhető anyag szerint a legsűrűbben a 4-es és a 6-os busz közlekedik majd, ezekből 4-4 járattal állítanak többet forgalomba. Szekszárdon nincs szükség nagy kapacitású csuklós autóbuszok forgalomba állítására, vagyis úgynevezett szólóbuszok közlekednek majd. A vállalat azt is közölte, folyamatosan figyelemmel kísérik az utasforgalmat, és amennyiben szükséges, további változtatásokat vezetnek be. Ez valószínűleg meg fog történni, hiszen a hétfőn bejelentett újabb szigorítások, mint a kijárási korlátozás, a boltok esti bezárása, vagy a digitális oktatásra való átállás miatt feltehetően nem lesz szükség ennyi plusz járatra, mivel utasok hiányában zsúfoltság sem várható a járatokon. Fontos tudnivaló továbbá, hogy kötelező maszkot viselni a buszokon és a megállókban is. Akik ezt nem teszik, kizárhatóak az utazásból, és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetőek.